Ki védi a magyar válogatott kapuját? Kapus. Úgy tűnt, hogy már a kezdetektől fogva a döntetlenre játszottunk. Mennyire ért egyet ezzel a megállapítással? Hát nem tudom, legyen a kedves, mondja meg, hogy miért tűnt úgy, akkor válaszolok. Hát meg kell indokolni, mert akkor tudok válaszolni. Én nem éreztem így. Győzelemre játszottunk. Ma láttam egy újságot, hogy enyém tiéd, egyedül a feleségemé vagyok, hát több az majd megoldódik. Mi nem állunk, mint az Izland a kapu előtt, mégis rúgnak 3 gólt. Mi 30 méter állunk a kaputól, aki nem érti, hogy ennek mi a lényege, az menjen el és egy kicsit képezze magát tovább. Én egy bónuszt kérek, hogyha tényleg úgy van, ahogy az országban érzem az embereken, egy bónuszt kérek, a csapatot a 80. percig hagyják békén, akkor is, ha 0-0 van. Azért, mert akkor a végén fogjuk hozni a döntést. És megígérem azt is, még azt is megígérem, hogyha rosszul sül a meccs, akkor is körbe fogunk menni, és meg fogjuk köszönni a részvételt. Tehát nem lesz az, hogy bemegyünk, ha nyerünk, akkor persze, hogy körbe megyünk, döntetlen ugyanúgy, de ha nem, akkor is körbe megyünk, és akkor nyugodtan lehet fütyülni, vagy akármit mondani a mérkőzés végén, de meccs közben megkérek mindenkit, hogy hagyják békén a játékosaimat. A görög csapatnak egyetlen egy nagy lehetősége volt, azt is, mire odaért a játékos, elfáradt és összetörte a labdát. Annyit gondolkoztam németül ebben a 6 hétben, annyira nyomás alatt voltam, mind a média, mind a csapat, mind az egész közeg, tehát otthon sem beszélgettem szinte, és az első megbeszélésen szerintem úgy beszéltem, mint egy 3 éves kisgyerek az óvodába. Már mutatom is. Az első 20-ban az elsőt. Sose leszek igazán edző, tehát én félig játékos maradok, mert szerintem így tudom fönntartani ezt a motivációt. Nem is szeretem, amikor már ennyire összepasszolnak a dolgok, az ember már várja, hogy valamikor legyen egy rosszabb edzés, vagy gyengébb nap, hogy nehogy a meccs napján jöjjön ki. Nem tudom, hogy kéne védekezni, oktassatok ki. 80% csapnak hozza a saját teljesítmények 90 vagy a 100%-át, akkor az eredmény jó lesz, és akkor az eredménye, hogyha megvannak utána idejössz, és vagy lecseszel érte, vagy rotulálsz, úgyhogy ez ilyen egyszerű. Ki védi a magyar válogatott kapuját? Kapus. Mivel tudja motiválni, ösztönözni a csapatot? Szerintem a jó. Ha jó legyenek, akkor kapnak a tatárpiszteket, ha nem, akkor nem. A dolgomat nem hordom fönn az orromat, ezt édesapámtól megtanultam. Ahogy viselkedsz az emberek, azt kapod vissza. Nem hiszem, hogy nem fogják elvinni a szemetet. Tudják, hogy megteszek mindent azért, hogy jó szerepeljünk, sőt. Nem gondoltam volna, hogy a magyar média ennyire profi tud lenni. Ezt talán még nyugaton sem tartották volna ennyire precízebben.